A legtöbb ember ugye az függő, mert nem az antropológiánk, tehát a saját önképünk rossz. A lelkünket a szellemünk tartja. A lelkünk az mindig a szellemnek a forrásából táplálkozik normál, eredendően. Akkor tudsz te az lenni, akinek Isten teremtett. De a legtöbb ember állna kifele néz, és ilyen módon a lelke külső függőségekbe kerül. És nem a szellemed irányítja a lelkedet, érted? Hanem külső dolgok irányítják, kívülről vezetnek tégedet. És ezért kell visszanyerni az embernek rendszeresen, hogy a tudatát, az életérzését, az akaratát ne külső dolgok irányítják meg más emberek, mert az embernek a lelke az nagyon hat, így teremtett bennünket, hogy minden embernek a képes a személyiségét tükrözni. De valójában nem arra teremtett Isten, hogy embereknek a lelkét tükrözzük, hanem Isten dicsőségének a tükrözésére teremtett bennünket. Mert Isten azért teremtett bennünket, hogy ő akar uralkodni rajtunk. Hát pont a varázslásnak az a lényege, hogy ettől megfosztja az ember, hogy az Istennek az uralma ne tudjon az emberre megvalósulni, vagy démonok, vagy embereknek az uralma alá kerüljön. És amikor ember vagy démonok uralma alatt vagy, akkor a lelkedet nem a szellemed irányítja, hanem kívülről. Van egy függőség, egy csatorna, és a csatornán jönnek az információk hozzád, és ez irányítja a döntésedet, a választásodat, az életvezetésedet. De soha nem leszel az, aki vagy valójában. Teljesen idegenként élsz önmagad számára is. Csak a halálkor vetköztetnek le majd. Tehát ezért mai embernek ez a fő problémája. A kultúra, ez a médiavilág állandóan osromol bennünket, és belevisz bennünket függőségbe. És kilépünk önmagunkból, és egyfajta folyamatosan transz és igézet állapotába élünk, aminek az a következménye, hogy a sorsodban valójában semmi olyan döntést nem hozol, amiben te döntöttél volna, vagy te választottál volna. Ilyenre csak egy szabad ember tud. A szabadság meg az, hogy a szellemed irányítja a tudatodat, a szellemed irányítja az akaratodat, az érzéseidet, a szellemedet pedig irányítja, újjászületett keresztényben a Szentlélek.